Sur exit Dominus de sepulcro, qui pro nobis pependit in ligno. Exit Dominus vere, et apparuit Simoni. Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek. Testvérek és nővérek, Urunk feltámadásának öröme a húsvéti vigília által elérkezett hozzánk. Átalakulva a feltámadott fényében és Krisztus minden tanítványával közösségben, a víz jelével emlékezzünk keresztségünkre, hogy részt vehessünk az Eukarisztia lakomáján. Onnipotente ci purifichi dai peccati
E per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Könyörögjünk. Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitáltad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. Per innovazione in tuoi spiritus, in lumine vitae risurgamus. Per dominum nostrum, Jesum Christum, filium tuum, qui vives et regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. A reading from the Acts of the Apostles. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitott ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názareti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig
ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt. Ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden proféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Verbum Domini. Ezt a napot az Úristen adta. Örvendjünk és vigadjunk rajta. Rallegriamoci ed esultiamo. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, mivel irgalma örökké megmarad. Az Úr jobb keze erősnek bizonyult. Az Úrnak jobbja fölemelt engem. Nem halok meg, hanem élek. És hirdetem az Úr nagy tetteit. A kő, amelyet az építők félredobtak, íme az vált szegletkővé. Mindezt az Úr vitte végbe. Csodálatra méltó a mi szemünkben.
Lettre de Saint Paul apôtre. Szent leszke Szent Pál apostolnak a Kolosszaiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtok. Keressétek tehát azt, ami oda fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre, hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten. Következőkben a húsvéti szekvenciát hallhatjuk latin nyelven. Sweet remorse.
szekvencia és az Alleluja után az evangéliumot latin és görög nyelven is hallani fogjuk. Dominus vobiscum. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Lectio Sancti Evangelii. Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hova tették. Tullerunt dominum de monumento, et nescimus ubi possuerunt eum. Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett és látta az ott hagyott gyors lepleket, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Tunc ergo introivit et alter discipulus, qui venerat primus ad monumentum, et vididit et credidit. Non dum enim sciebant scripturam, quia apportet eum a mortuis resurgere. Verbum Domini. Los tibi Christe. Sophia orthi acusomen tua io evangelio. Irene Passi. Ecto cata Ioannin a io evangelio το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Πρόσκομεν τη δεμιά των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται προς Σκοτίας, αιτιούζεις εις το μνημείον
και βλέπει τον Λίδων ηρμένων εκ του μνημείου, τρέχειουν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν, ο Νεφίλιο Ιησούς, και λέει αυτής, ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και οκείδαμεν που έντηκαν αυτόν. Εξήλθεν ουν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρκοντο εις το μνημείον, έτρεχον δε οι δύο μου. Και ο άλλος μαθητής προέδραμεν τάξιον του Πέτρου και ήλθεν πρώτος εις το μνημείον. Και παρακύψας βλέπει κείμενα τα δόνια, ουμέν της ήλθεν, έρχεται ουν και Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό, και εισήλθεν εις το μνημείον, και θεωρεί τα δόνια κείμενα, και το σουντάριον, ο είναι επί της κεφαλής αυτού, ου μετά των αδονίων κείμενων, αλλά χωρίς εν τετελιγμένον εις ένα τόπον. Τότε ουν εισήλθεν και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδεν και πίστευσεν. Ουδέ πογάριδησαν την γραφήν, ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Thank you.
Fratelli e sorelle, in questo giorno fatto nuovo dalla resurrezione del Salvatore, supplichiamo il Padre perché rinati dall'acqua e dallo Spirito siamo Istenünk, portatori. A mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitáltad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket, szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. يا أبا سيدنا يسوع المسيح القائم من بين الأموات الذي افتديتنا بفصح ابنك اجعل الكنيسة شاهدة رجاء واجعلها بنعمة روحك تعرف أن تشدد المحبطين والبائسين Oremus pro nobis baptizatis.
Padre de la luz, que con el bautismo nos has hecho hijos tuyos, guía a los nuevos bautizados en el camino de tu voluntad y haz que, acogidos por la comunidad, crezcan en la escucha de la palabra, en la oración asidua y en la caridad operosa. Oremus ad pacis donum a sequendum. மீட்பரின் தந்தையே, கிறிஸ்துவில் எம்மை உம்முடன் ஒப்புரவாக்கியவரே, அமைதியை எடுத்துச் செல்பவர்களாக எம்மை ஆக்கியருளும். இதனால் நல்லிணக்கமும் உடன்பாடும் அனைத்து குடும்பங்களிலும் ஆட்சி புரிவதோடு உலகில் அனைத்து மோதல்களும் அநீதிகளும் நிறுத்தப்படுவதாக. Oremus pro Christianis qui persecutiones patiuntur. Pai do Salvador que venceste, por meio do vosso Filho, o mal e a morte, amparai os cristãos, vítimas do ódio e perseguição, e fazei que sejam fortalecidos na fé e na perseverança, iluminados na busca de caminhos de diálogo e de reconciliação. Oremos pro contis famílias. 墨西亚的父亲，你借着圣子使我们成为你的家人。 求你指引父母亲们给予他们的子女基督信仰教育，让儿童和青年顺从及接纳信仰，并在每个家庭都能呼吸到基督的美好芬芳。 Padre, que con la resurrección de Cristo, nuestra Pascua, hai tolto da noi il lievito vecchio per diventare pasta nuova, fa che viviamo il nostro battesimo con azimi di sincerità e di verità. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Orate fratres, ut meum ac vestrum testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek. Hogy az én áldozatomat és a tiéteket elfogadja a mi Urunk, Istenünk. Sacrificia Domine Pascalibus Gaudis exultantes offerrimus, quibus Ecclesia Tua mirabiliter renascitur et nutritur. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és bemutatott adományait, hogy a húsvéti misztériumokba beavatva gyógyulást nyerjünk, és eljussunk az örök életre. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent éjszakán, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nekünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget, himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Santus es Domine, et valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, is így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan,
mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett és csodálatosan feltámadt. Fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál, add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tivi perficiat munus. Ő tegyen minket, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanunkkal, és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápádat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen hozzád házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa is, ő vele és ő benne. A tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Oh.
receptis salutaribus mortis. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint. Így merünk imádkozni. Libera nos, quaesimus Domine, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívvel egymással. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Oremos. Perpetuo Deus da Iglesia, könyörögjünk, Istenünk örök jóságoddal oltalmazd egyházadat a húsvét szent titkának ünneplése által megújulva, eljusson a dicsőséges feltámadásra. Domino vobiscum. Inclinate vos a benedictionem. Benedicat vos, omnipotens Deus, odierna interveniente solenitati pasquale, et ad omnes miseratus defendat incursione peccati. Et ad eternam vitam in unigeniti sui resurrezione vos reparat, vos premis in manutatis ad impiat. Et qui spletis passionis dominice diebus pascalis festi gaudia celebratis, adea festa, quae letitiis per aguntur eternis, iso ipso pitulante exultantibus animes veniat. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Antifonát hallhatjuk latin nyelven. Ezzel a húsvét vasárnapi Szent Mise véget ért a Szent Péter Bazilikában. Minden kedves nézőnknek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk.